Gymkhana, a világ legújabb autósportja, mely a drift, a gyorsulás és a slalom versenyeknek az összességéből adódik össze, egy rendkívül látványos és koncentráció igényes motorsport. Itt egyszerre kell látványosan autózni, egyszerre kell a legjobb időt elérni, és egyszerre kell a legközelebb érkezni bármilyen pályaelemhez, hogy az plusz pontokat adhasson a pilótáknak. Ahogy az AMTS-en megszokható, minden évben magasabbra kell emelni a lécet, ezért egy forgókodrót állítottunk ki a pálya közepére, aminek a parkolója alatt kell átkocsikázni a pilótáknak. A tavalyi évhez képest sokkal nagyobb lelátóval, komolyabb hangosítással és minden eddiginél szebb pályával készültünk a kedves látogatóknak, hogy az élmény még nagyobb és még felejthetetlenebb legyen. A 2014 ismét kültéren 70 millió forint értékű pályaelem, egy rakás gumifüst és ti. Nekem ez az első gymkhana a versenyem, úgyhogy próbáljuk megtanulni a pályát. Nagyon nehéz a pálya, technikás, nagyon eszi a jobb oldali hátsó gumit. Igazából csúszkál ugyanúgy az autó, de sokkal technikásabb. Rövid, szők, nem ennek az autónak való, ez drift autó, de azért próbálkozunk. Az eleje egyszerű, a vége az, ami még kicsit bonyolult, azt kell fejbe összeragni, utána már menni fog tempósan is az egész. Nekem egyetlen egy problémám volt, hogy nagyon nehezen állt össze az a pálya, amint mentünk a versenyen. Tehát teljesen más felkészülést igényelt az egész dolog. Nem azt mondom, hogy ezért lettem harmadik, hanem azért lettem harmadik, mert elrontottam, ennyi. Tehát én meg vagyok elégedve a hétvégével ezzel az eredménnyel is, jövünk még vissza. Teljesen elégedett vagyok. Úgy kezdtük a hétvégét, hogy a pénteki napot azt átszereltük, sajnos technikai problémáink adódtak, és szombaton is, és ma is kitört az jobb hátsó kerék, és ennek ellenére sikerült a második helyet elérni, ami hát még felfoghatatlan számomra, de nagyon-nagyon örülök neki. Folyamatosan péntek, szombat, vasárnap mindig egy picit mentünk előrébb-előrébb, próbáltuk megtalálni a helyes gumitaktikát, guminyomást, összeállt fejben a pálya, és ma tényleg úgy éreztem, hogy minden összejött, hogyha én nem hibázom, és ez hál' Istennek sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok.